Elnök úr, tisztelt ház! Magyarországon a szolgáltatói visszaélések térnyerése elképesztő méreteket ölt, főleg az úgynevezett válság beköszönte óta, mióta is a visszaeső bevételeket a tisztességesen fizető ügyfelek egyre erősödő vegzálásával és az önhibájukon kívül hátralékba kerültek zaklatásával érik el bizonyos szolgáltatók, tisztelet a kivételnek. A Magyar Energiahivatal kimutatásai szerint egy évvel korábban még csak harmadekkora elmaradással rendelkeztek a háztartások. Mára elmondható, hogy még a gázszolgáltatóknak több mint 70, az áramszolgáltatóknak 46 milliárd forinttal tartozik a lakosság. Az önmagában dicséretes cél, hogy csökkentsük Magyarországon a rezsiszámlákat, csökkentsük a közműcégekkel kapcsolatos kiadásokat. Ugyanakkor látni kell és eltagadhatatlan, hogy Közép-Európában jelenleg Magyarország vásárolja a legdrágábban a gázt, tehát egy piaci folyamatokkal nem indokolt, elképesztő magas árazással berendezkedett, szolgáltatói visszaélésekkel tarkított politika juttatta Magyarországot abban a helyzetben, ahol most tart. Hogy ezt a helyzetet részint kozmetikázná a kormány, támogatandó. A helyzet teljes körű rendezése, megoldása még inkább támogatandó lenne, hiszen ha egy 10%-os árcsökkentést próbál a kormány kilátásba helyezni, láthatjuk, hogy ezzel a magas árszintet azért némiképpen bebetonozza, mind a mellett, hogy a gáz, a villamosáram ára csökkenhet. De mi lesz a hálózat használati díjakkal? Mi lesz a karbantartási fejlesztési díjakkal? A brutális büntetőtételekkel, hiszen ma a számla gerincét már csak részben teszi ki a vásárolt áram vagy gáznak az ára. A szolgáltatói cégek visszaéléseinek eszközei teszik ki a számla többi részét, melyek esetében plafon nem tapasztalható, melyek esetében nem látható az, hogy a további különadó áthárítások, a szolgáltatás minőségének a rontása, az elmaradt fejlesztések miért ne terhelhetnék a jövőben Magyarország állampolgárait. Tehát miközben arról beszélnek, hogy látszólag csökkennek a rezsiszámlák, látható, hogy hozzá kellene nyúlni a közműszolgáltató cégekhez, végig kellene gondolni azt, hogy amíg a szocialista gazdasági terrorizmus 8%-os garantált profitot adományozott ezeknek a társaságoknak, addig 2000-ben a Fidesz kormány valamiért 6%-ra vitte le ezt a garantált profitot, de nem szüntette meg. Helyben hagyta ezt a rendszert, 100 milliárdokat raboltak ki a magyar emberek zsebéből bizonyos közműszolgáltató cégek, és most azt mondják, hogy megállt szabnak ennek, de hol marad az elszámoltatás? Hol marad az elrabolt pénzeknek a számbavétele? Hol marad az igazságtétel, a helyzet rendbetétele Magyarország összes polgára számára? Hiszen ha mostani áron, vagy akár egy 10-20%-kal alacsonyabb áron bebetonozzák a számlák összegét, és adott esetben tételezzük fel, hogy ez sikerül, akkor sem változik az a tény, hogy több mint egy évtizeden keresztül Magyarország állampolgárait a politika elnézése mellett kirabolták. Ez az a helyzet, ami választ követel. Köszönöm. Titkár úr, lépjünk túl azon, hogy nem válaszolt arra, hogy kiszedi vissza a 100 milliárdokat, amelyeket elraboltak Magyarország polgáraitól. Lépjünk túl ezen a ponton, bár nagyon nehéz, azon is, hogy a 10%-os árcsökkenés adott esetben nem fog a számlákon 10%-ban megjelenő csökkenést okozni, és még azt is le lehet egyébként nyelni, hogy a korábbi önök által bejelentett rezsistop az mintegy 4-7%-os áremelkedést okozott a rezsiköltségekben, tehát ennyire szavahihető az, amiről beszélnek. De látható az is, hogyha az árakat megszabják, amellett is a minőségrontása, az elmaradt beruházások, a bírságolás felpörgetése, a kiszállítás és kiszállási költségek növelése, az átláthatatlan számlákba rejtett indokolatlan terhelések tovább sújtják a magyar lakosságot. Az utóbbi egy évben, még egyszer mondom, majdnem háromszorosára nőtt a háztartások eladósodottsági szintje. Éppen ezért a Jobbik nem véletlenül javasolta korábban is, ahogy most is, hogy egy a szolgáltatók által elkövetett visszaéléseket vizsgáló bizottság kerüljön fel. Elállításra. Hosszú távon pedig egyetlen megoldást láthatunk elfogadhatónak, a stratégiai fontosságú vállalatok csak állami kézben, csak állami felügyelet alatt működhessenek, ezért nem tudom elfogadni a válaszát.